Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV egészségmagazinját látják. A mai adásunkban azt a sorozatunkat folytatjuk, amelyben azokat a klinikákat, intézeteket mutattuk be, ahol a korábbi és a jelenlegi vezetők harmonikus kapcsolatot ápolnak. Most pedig következik Nagy Gyuri professzorasszony, aki közvetlen előttje volt Wittmann professzor úrnak. A professzorasszony mikor állt a klinika élén? 1992-től 2006-ig. Mennyire volt nehéz női vezetőként, azért ezen a szintéren többnyire férfi vezető van? Én voltam az első női intézet igazgató, úgyhogy egy kicsit kilógtam a sorból. Én azt hiszem, a kollégákkal semmi gond nem volt, mert ugye együtt harcoltunk odáig. Az intézet vezetőkkel talán azért volt gond, mert ők azért elvárták, hogy egy nő az legalább kétszer annyit dolgozzon, mint ők, ami ez nekem nem is volt nehéz. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen amikor látták, hogy békébe szeretnék élni, akkor nagyon maximálisan segítőkészek voltak, és mindenbe segítettek, és mindent együtt oldottunk meg, amit eleinte nem tudtam. Mit javasolna, ha egy mai női vezetőnek, tehát hogy lehetne jól megállni a helyét szakmailag és vezetőként elfogadtatni a többi férfi vezetővel magát, önmagát? Hát ez egy nehéz kérdés. Azért is nehéz kérdés, mert ugye a nő az mindig anya is, és mindig gyereke van, férje van, meg hát mellesleg a munkahelye. És ott vezetőként, hát ehhez egy nagyon jó fér kell, én úgy gondolom, és egy nagyon jó csapat a klinikáján, akik segítik a munkáját, mert anélkül a férfinak könnyebb a nőknek sokszor, emiatt nagyon nehéz, mert hogy annyi minden vár rájuk ugyanabban a pillanatban, amit meg kell oldaniuk. Nézzünk a nefrológia területére, a szakmára. Azon kívül, hogy genetikai tényezők ugye jelentősen befolyásolják az ember életét, de számos életmódbeli tényező. Mi az, ami leginkább befolyásolja a vese egészségét, vagy adott esetben károsítja? Mutattam egy könyvet, ahol ott van a vese, és lehet látni, hogy a vese a funkciója érdekében gyakorlatilag csak erekből áll. És ez tulajdonképpen mutatja, hogy miért ez a nefrológiai szemlélet uralkodik jelenleg, hogy próbáljuk mindenkiben tudatosítani azt, hogyha az ereit védi, tehát korai aterosklerózis profilaxis tesz, akkor tulajdonképpen azzal a veséit is védi. És ugye ne dohányozzon, sokat mozogjon, éljen egészségesen, kerülje el a cukorbajt, kerülje el a magas vérnyomást, illetve a magas vérnyomást kap, jól legyen kezelve, figyelje, hogy az érelmeszesedést okozó zsírjai milyen szinten vannak. Ne egyen sok húst, ugye a vesét az nagy fokban károsítja, a fehérje lebomlási termékeket nagyon nehéz kiválasztania. Tehát tulajdonképpen, amit a kardiológus mond, az angiológus mond, a belgyógyász ér betegekkel foglalkozó, azt mondja egyre inkább a nefrológus is, hogy védd az ereidet, és ezzel véded a veséidet. Beszéljünk egy kicsit Wittmann professzorról, és arra az időszakra gondoljunk vissza, amikor ön volt a vezető, és Wittmann professzor beosztott volt. Milyen volt osztályos orvosként? Osztályos orvosként kevésbé tudom megmondani, mert őt én hívtam át az egyes belklinikáról, mint a tanítványomat, tehát én őt 6. évről ismertem nagyon jól, és akkor utána ő az egyes belklinikán kezdett, és amikor én a házba kinevezést nyertem, akkor realizáltam, hogy milyen jó lenne, ha ő velünk dolgozna. Ő neki 2 profilja van, tehát ő diabetológus és nefrológus. És mivel a cukorbetegek zöme előbb-utóbb vesebeteg lesz, és a vesebeteg zöme előbb-utóbb, ha nem figyel oda ezekre az ér rendszabályokra, cukorbeteg lesz, tehát ő ide nagyon hiányzott, és nagyon új szemléletet hozott a háznak ezzel, hogy tulajdonképpen tőle megtanultuk a diabetológiára, hogy figyeljünk oda, és ő nyilván a nefrológiába pedig itt szerethetett bele valószínűleg a házba. És akkor nézzük a másik oldalt, hogy vezetőként milyennek látja. Az embernek a évtizedekig tanítványa azért valaki, mert azért legalább 10 évet együtt dolgoztunk, azért nem egyszerű, elfogult vagyok vele szemben, ez nyilvánvaló. Amit
kiemelnék azért, hogy és ami fontos, hogy az embernek, ha az utódja az egy évekig a tanítványa volt, tehát közös programot dolgozta ki rövid távon, hosszú távon, és az azután, amikor ő lesz a főnök, az úgy néz ki, hogy tovább él. Tehát ebben talán ez a legjobb az egészben, hogy ez a nefrológiai centrum, amit véres verítékkel hoztunk létre, de ami az az igazság, hogy nemzetközi elismertséget kapott, mert ugye a 90-es évek elején ez egy abszolút kuriózum volt. Én kindolgoztam Amerikába 2 évig, és ott együtt dolgoztam a nefrológia a jelenlegi debreceni nefrológus intézetvezetővel és a jelenlegi szegedi nefrológus intézetvezetővel is, tehát nagy terveinket már ott szövögettük, hogy hogyan lehetne a magyar nefrológiának nemzetközi elismertséget szerezni. 92-ben még mi voltunk, az éppen kimásztunk ugye a vasfüggöny mögül, és azért itt alakult egy nemzetközi színvonalon jól működő nefrológiai centrum, és ez kuriózum volt, tehát jöttek több helyről, régi barátok, ismerősök, és utána elvitték a hírét. Most már tudják, hol van PEX, azt mondta a múltkor nekem az egyik amerikai kollega, mert Pécset ugye még mindig nem tudják kiejteni. De nagyon sokat segítettek ezzel is, hogy tulajdonképpen minket bevittek a nemzetközi áramlásba, a tanítványok eljutottak külföldi kongresszusra, ösztöndíjakat kaptak, kindolgozhattak, hazahozták a tudást. Ez ma is nagyon sokat számít. Visszatérve a kapcsolatra, ahhoz, hogy ma is jól működik, mit tesz az egyik fél hozzá, és mit tesz a professzorasszony hozzá? Amit én a legfontosabbnak érzek tulajdonképpen, de ezt elő kell készíteni. Tehát amit nagyon céltudatosan csináltam, hogy évekkel ezelőtt, hogy én tudtam, hogy nyugdíjba megyek, hogy kialakítani azt a stílust, hogy amikor abban a pillanatban, hogyha ő lesz a főnök, én abban a pillanatban teljességgel visszavonuljak. Ez az, ami a legnehezebb egy férfi főnök számára, hogyha ő utót követi. Mert a nők azok sokkal jobban végig tudják ezt gondolni, hogy övé lesz holnaptól a felelősség. Ő az egy szemvezetője a háznak. Ezt mindenhol demonstrálni kell. Ezt mindenkivel el kell fogadtatni, és minél messzebb menni a legutolsó zugába a háznak, a klinikának, és ott alakítani ki a kis területedet, mert egy főnöke lehet csak egy intézetnek. Milyen tervei vannak még a professzorasszonynak? Hát ahogy az előbb is már említettem, az oktatás a kedvencem, az egyik kedvencem, tehát részben a tervek közé az tartozik, hogy végre befejezek, vagy 5 éve írom egy ilyen zsebkönyvszerűséget a hallgatóknak, meg a fiatal nefrológus generációnak, részben a tapasztalatokról, részben összegezve az egész nefrológia alapjait, részben pedig hogyan tudnék a betegeknek még inkább egy olyan fórumot teremteni, az egy gondolkodási mintám, amit ott kint láttam Amerikában például, hogy betegklubok vannak, németeknél is láttam, betegklubok vannak, tehát hogy együtt legyenek a betegek, köztük egy orvos is, vagy kettő, tehát meg tudjanak kérdezni, de tulajdonképpen sokkal jobban elfogadják egymástól. Úgy látom a tapasztalatokat, és hogy hogyan kell csinálni, mintha egy orvos kiáll és prédikál. Ha most visszagondolom megint arra az időszakra, amikor ön volt a beosztottja nagyobb professzorasszonynak, akkor hogy emlékszik vissza nagyobb professzorasszonyra? Milyen vezető volt? Mi jellemezte a vezetői stílusát? Egy demokratikus, vagy inkább autokrata? Egy igazi tanár volt. Tehát őt mindig is a legjobb oktatók között tartották, és tartják ma is számon. Arra emlékszem, hogy minden pillanatot, minden lehetőséget megragadott ahhoz, hogy bennünket tanítson. Tehát valóban egy nagy tanár egyéniség, aki egy iskolát teremtett. És az iskola teremtő egyéniségeknek azért nagyon, nagyon erős jellemnek kell lenni, hiszen ahhoz, hogy iskola teremtődjön, ahhoz nem csak az oktatás kell, ahhoz meg kell teremteni az infrastruktúrát, ahhoz támogatásokat kell szerezni, és professzor mindezekben zseniális volt, tényleg zseniális.
tulajdonképpen eleinte semmit nem változtattam. Próbáltam azt úgy folytatni, ahogy ez jól ment. És aztán később, ahogy a kényszerhelyzetek jöttek, vagy az orvos elvándorlás kikényszerítette, csak ezeket a változtatásokat léptem meg. Úgy gondolom, hogy egy jól működő struktúrát önkényesen megváltoztatni teljesen fölösleges lett volna. És én ebben nőttem fel, tehát 94-től 2006-ig én ezt láttam, ezt helyeseltem. Hát így aztán tényleg minimális változtatásokat kellett csak csinálnom, amit az aktuális gazdasági helyzet vagy esetleges átszervezések, ugye egyetemen voltak átszervezések miatt kényszerítettek ki, azokat csináltam. Aztán az elmúlt időszakban a klinika megnövekedett, mert kaptunk ágyakat a megszűnő hármas belklinikától, másrészt pedig a megyei kórház integrációja miatt egy egész osztály jött hozzánk, az anyagcsere diabetológia osztály. Ez bizonyos strukturális változtatásokat igényelt, közös megbeszéléseket igényelt. Ezek mind természetesen új fejlemények. A mai napig úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott a kapcsolatuk nagyobb professzorasszonnyal. Hogy látja, hogy ki mit tesz ezért, vagy mennyire fontos az, hogy mind a ketten próbáljanak alkalmazkodni egymáshoz? Hogy lehet egyáltalán megteremteni ezt? Nekem nagyon sok jó tanácsot ad professzornő. Ugye egy ilyen nagy klinika igazgatása, az nekünk nem tanították, azt autodidakta módon kell elsajátítani. Az mindig gyengébb, mint ha valakinek van tanácsadója, és én nagy professzornőhöz, mint tanácsadóhoz fordultam. Rendszeresen én keresem meg, és kérem a tanácsát mindenben, ami valóban stratégiai kérdés, és amihez tapasztalat szükséges, hosszabb távú átlátás, és ezt ő szívesen adja nekem. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további együtt töltött hatékony éveket kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, adásunk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, folytatjuk a sorozatunkat, a témánkat, és ellátogatunk többek között az Anatómiai Intézetbe és az Ortopédklinikára is. Viszontlátásra!